Köszönöm, hogy támogattok, és velem vagytok egy olyan nehéz időszakban is, amikor olyan döntést kellett meghozni, amire soha nem számítottam, hogy ezt nekem valaha is majd meg kell tennem. Akik segítségért fordulnak hozzám, azoknak soha nem mondtam nemet. Sajnos voltak olyanok, akik ezt kihasználták. A tanok tisztaságának védelme most olyan helyzet elé állított, hogy ezt is meg kellett tanulnom. Tudjátok, nekem minden avatómester és tanítvány olyan, mintha a gyerekem lenne. És ahogy a nem szépen és jól viselkedő gyereket is szeretjük, én ugyanúgy szeretem azokat is, akik hátba támadtak. Éppen ezért személy szerint nagy veszteségnek élem meg azt, ami történt. De a tanok védelmére és tisztaságának megőrzésére esküdtem fel, mint minden avatómester. Nem engedhettem tovább a nyomásnak. A döntésemet avatómesterek is támogatják. De ne tekintsünk hátrafelé. Nézzünk a jövőbe. Tudjátok, hogy minden a jelenben történik, mindent a jelenben teremtünk meg. Azt az utat is, ami a jövőbe vezet. Az egység, az együtt gondolkodás és a tiszta szándék nagyon-nagyon fontos. Ezt mondta mindig első mesterem, aki sajnos 1994-ben, 68 éves korában eltávozott az élők sorából. A nadis közösség szeretetre épül és összetartó. Most még inkább összetartónak kell lennünk. Nem egymás bántása a cél, hanem hogy segítsünk egymáson és a hozzánk fordulóknak. És semmiképpen ne ártsunk senkinek. A negatív gondolatok és érzések bennünket mérgeznek meg először. Ne adjunk teret nekik. Adjunk inkább energiát a pozitív, közösséget összetartó gondolatoknak és érzéseknek. Láttátok, hogy az energia milyen csodákra képes. Használjuk jóra, ahogyan eddig is tettük. Az alkalmazott szimbólumok nagyon sok embernek adták vissza az egészségüket, fizikálisan és mentálisan is. Ne adjunk teret a negatív provokációknak, hiszen az is csak egy próbatétel, egy teszt, amin könnyen átmehetünk, hogyha éberen gondolkodunk és tudatosak vagyunk. A tudatosság egyébként is nagyon fontos a mindennapokban. A szeretet erejével bármit elérhetünk. Olyan, mint egy lámpás a sötétben, mikor felkapcsolod, akkor mindent látsz. A szeretet gyógyít, előre visz, átsegít a legrosszabb időszakokon is, és megmutatja az útunkat. 26 éve járom a szeretet útját, és azon járok továbbra is. Nagyon hálás vagyok mindenkinek Magyarországon, akik valamilyen pránonédi avatást kaptak, vagy kezelésen vettek részt. Igen, nektek is, akik most nézitek ezt a videót. Köszönöm az avatómesterek támogatását, akik áldozatos munkával segítik azt, hogy tisztán jussanak el a tanok hozzátok, megtanuljatok mindent, ami a tradícióhoz tartozik. És köszönöm a kezelőknek, akik segítenek a rászoruló, gyakran beteg, és hozzánk bizalommal, segítségért forduló embertársainkon. Ez hatalmas felelősség. Hiszen sokaknak az utolsó mencsvár vagyunk. Mindannyian azon dolgozunk, hogy legjobb tudásunk szerint segítsük azokat az embereket. Mert bíznak bennünk, bizalmuk van felénk. Nincs annál jobb érzés, hogy legjobb tudásunk szerint segítünk. Segítséget nyújtunk. Tesszük mindezt csak is szívvel, lélekkel, elhivatottsággal, szeretettel és nagy-nagy alázattal. Ahogy a videó elején is említettem, mindannyian olyanok vagytok nekem, mintha a gyerekeim lennétek. Mindannyian fontosak vagytok számomra. És sajnálom, hogy ezt eddig nem hangsúlyoztam ki eléggé. Mert rengeteg tennivalóm mellett a nap sajnos nekem is csak 24 órából áll. Mostantól ez másképp lesz. Lehetőségeimhez mérten többet fogok veletek foglalkozni, és folyamatos lesz a tájékoztatás. Ránonadi értékei és tanításai alapján haladjunk együtt tovább ezen az úton, amit az avatómesterekkel én is követek, és követtem az elmúlt 26 évben. Köszönöm nektek, mindannyiótaknak. Együtt haladjunk tovább az úton.